Ugye hát 1940 az egy azért nagyon fontos dátum, mert ugye ezt nekünk felszabadulásként tanították a kommunizmus alatt, ugye az egy nagyon pozitív évszámnak tűnt, ahhoz képest, hogy milyen volt mondjuk 44, ugye, vagy a háború. Tehát, hogy megünnepeltük minden április 4-én, zászló, doppergés, és akkor utána a 90-es években, amikor ugye kezdődött ugye egy más típusú gondolkodás, akkor ugye azért felmerült, hogy mi is volt a 45-ben, és rengeteg olyan filmet néztem, ami ugye 45 és 48 között készült Magyarországon, hát nem olyan rengeteget, mert amennyi lehetett, tehát hogy mi volt, ez a hiányzó láncszem, tehát hogy mi volt a két diktatúra között, mondjuk tényleg 45 és 48 között, tehát a fasiszta diktatúra és a kommunista diktatúra között. Tehát oda helyeztük, és a Szántó oda helyezte ennek a történetnek a sztoriát. Ez nagyon fontos volt, hogy ez akkor azon a napon játszódik. Tehát ez egy teljesen konkrét dátum volt. Az, hogy hol, valahol Észak-Kelet-Magyarországon, valahol ott, ahol a hegyek kezdődnek az Alföld lábánál, vagy fordítva, szóval... 45 az a világon ugye mindenhol jelent valamit, és mindenhol valami nagyon mást, ugye. Mi direkt pofátlanul ezt a címet használtuk, mert ez egy provokatív cím, viszont mi 3 órával foglalkozunk ebből az 1945-ből összesen, viszont azt a 3 órát úgy megpróbáltuk sűríteni, hogy ami szerintünk lényeges, az benne legyen ebben a történetben. És hát nyilván nagyon hosszú ideig dolgoztunk a Szántóval, a forgatókönyvön, tehát az tényleg 5 év volt, amíg eljutottunk az első draftig. Tehát nagyon nehezen, pedig megvolt a 15 oldalas novellánk. Akkor úgy jött, hogy végülis egy amerikai alapítvány, a Claims adott először előkészítési pénzt, és amikor az már megvolt, akkor adta a film alap otthon a többit, és akkor hát nagyon minimál eszközökkel, de 2015-ben le tudtuk forgatni. Ez fantasztikus egyébként a Nélékben, hogy ennyire hisznek a mozis forgalmazásba, és ők is azért, hogy találkozzanak az emberek, beszélgessenek utána az emberek, hogy meet people, ez egy régi vágású film, ez régi ilyen neon feliratos mozikba megy, fekete-fehér, valaki Westernnek mondja, van, aki Hitchcocknak mondja, van, aki Bergmannak mondja, van, aki Kurosawának mondja, de mindenki valamit talál benne, valamit az 50-es évek film nyelvéből egyébként, az az érdekes. Hát ugye a Cinemant, a Délidőt, a High Noont, amit mi használtunk folyamatosan, mert annak a struktúrájára építettük tulajdonképpen ezt az antik drámát, amit leforgattunk. Tehát a vonat jön, falu, ez egy western struktúra, és a vonat végén elmegy, és morális kérdés, ugye, meg bosszú, meg stb. Be kéne vigyél a városba. Az esküvője napján? Visznek is valamit, vagy csak hoztak? Új világ van. Nem számít ki úr, ki paraszt. Csak magyar legyen. Zsidók jöttek. És hányan vannak? Egyelőre 2. És mi a rossz övet akarnak? Bosszút? Ezentúl nagyon fontos, hogy nem csak ezek a nagy felismerések vannak a filmmel kapcsolatban, hanem az, hogy a személyes történeteket, ha nincs ott egy moderátor, vagy egy rendező, vagy valaki, ahol meg kell beszélni, akkor a közönségnek magának kell, vagy a Facebookon utána. Nagyon fontos a Facebook egyébként. Az nagyon. 70%. És ezt már otthon is tapasztaltam, de Amerikában még erősebb. Szóval ez nekem nagyon jó, tehát hogy mondjam, szóval mi nekünk ez fantasztikus. Egy ilyen kis
forgalmazó, akinek azért nem nincsen plakátkampányra, meg trailerkampányra pénz, meg ilyesmi. A közösségi médiában, na, ha ügyes és okos, akkor nagyon sok embert el tud érni. És egy ilyen filmnél azért az van, hogy mondom, tudatos nézőket várunk. Hát úgy volt, hogy amikor a Berlinálén bemutattuk a filmet, akkor már a Neil, már, aki az amerikai forgalmazó, már tudott róla. És ott 2-3 nap alatt eldőlt minden. Tehát meghívták 50 fesztiválra, megvette 20 ország. Szóval Berlinbe bejutni, egy ekkora fesztiválon elindulni, és jól szerepelni, kapni közönségdíjat, meg publicitást, tehát sajtót, akkor már utána dinamitként elindult a film. Tehát onnan már a szerződéseket kötötték, és onnantól kezdve már csak hát hogy mondjam, tényleg győzni a sajtómelót, meg hát az egészet. Rengeteg fesztivál meghívását össze-vissza a világba. És hát az első volt az amerikai, itt jöttünk ki Magyarország után először a rendes piacra, tehát 2-3 hete New Yorkban, tehát november 1-én. Tehát most már olyan kritikákon vagyunk túl, tehát a Variety-n, a New York Times-on, a Village Voice-on, az LA Times-on, már mindenki megírta róla, tehát most már, és hát nagyon szerint, tehát ilyen 90%-os kritikai métereket, tehát ilyen Rotten Tomatoes-on 89-90-eknél vagyunk, tehát olyan pozitív az amerikai visszhang, hogy nem is reméltük, a Neil se, tehát hogy annyira erős a sajtónk. És hát ugye kis független forgalmazó, aki nagyon okosan csak kicsibe kezd, és longrunner filmet csinál. Tehát márciusban fogja országosan kihozni. Tehát addig csak minden hónapban más államra fókuszál. New York, Los Angeles, Florida, és utána, és még van egy nagyon, hát ugye még mennek a fesztiválok, tehát még januárban még lesz Palm Springs, Atlanta Jewish februárban, ami az egyik legnagyobb zsidó fesztivál, úgyhogy folyamatosan tartjuk. Tehát a fesztivál Amerikában csak idén volt 40 fesztiválon a film. De közt a Chicago International-en meg, tehát nagyokon. És hát rengeteg néző, tehát, és hát most már az igazi nézők jönnek, tehát aki a szombat estéjét ezzel akarja eltölteni, és megveszi a jegyet, és hát ugye ezt már másnap szinte egyből látjuk az adatokat. Ez is nagyon más, mint Magyarországon, hogy ilyen gyors a visszaigazolása, hogy merre mész, és flexibilisan tud változtatni. Ha nem megy egy annyira jól egy moziba, egy külvárosba, mint ahogy gondolta, akkor kiveszi, és akkor vár, akkor fókuszál. Nagyon, tehát nem úgy működik a független forgalmazási piac, mint ugye a nagyok, hogy kijönnek egy hét végén a világ összes moziában, a nem tudom, James Bonddal, vagy a Godzillával, vagy ilyesmi, hanem nagyon lassan építkezik. Tehát körülbelül egy olyan egy évig ez az iroda most csak az én filmemmel fog foglalkozni, de már fél éve ezzel dolgoznak. Kis cég, de nagyon lelkesek, és ha szerelmesek egy filmbe, akkor azt csinálják egy évig, és hárman, négyen folyamatosan rajta vannak, csinálják a plakátot, a mozi elosztás, nagyon jobban vannak a mozisokkal. Hát ez nagyon fontos, hogy ők nem sales-ek, hanem distributorok, tehát ők tényleg egyből a mozinak adják a DCP-t, és velük számolnak el. The first thing you respond to is somebody said it last night, and I've seen it in critics. It's a perfect movie. I mean, you don't. You know, if I do, I've been doing this for a long time, and very few movies that I can say that. You want to say masterpiece or perfect? It's perfect. I don't quite say, but it's a masterpiece, and there are very few of those. So it works on a purely artistic level. Forget about the story, you know, it's the visual and the sound and the acting, the mise-en-scène, the editing, that's, you know, that's art. 40 people go anywhere, Santa Monica, Budapest, Japan, Australia,
and put this, you know, and there's 40 different reactions to the same situation. That's really what it's about. And it could be anywhere. So you say it's Hungarian. I the more I work on the movie, the less I see it as even European. Because the refugee situation in the world today, where people are on the move so much everywhere, and there's none of the townspeople's reactions is the same. And that's the beauty of the film to me. It's just like, it's so human in that way. I mean, nobody, look, maybe you say one person's a little not as nice as the other person, but they're all human beings. And they all react in a human way, whether it's negative, positive, mixed. And I think it's just emblematic of humanity. It's that simple. Amit a Neil mond, hogy a különböző emberek a nézőközönségben hogy reagálnak, az abból is fakad, hogy a filmben a szereplők hogy reagálnak erre a helyzetre. Ugye az alaphelyzet, hogy a deportálások után egy évvel egy olyan faluban, ahol a lakosság felét elvitték, mindenki tud mindenről, vagy szemtanú, vagy, hogy mondjam, tevőleges kollaboráns és mondjuk segítője ennek az egész botrányos deportálásnak. Ugye ehhez mértük a forgatókönyvben, hogy mindenkinek lehetőség szerint más legyen a szempontja ehhez az ősbűnhöz. Tehát van, aki lelkiismeret furdalással élje meg, van, aki haszonnal, tehát hasznot szerez belőle, van, aki depressziós, szóval, hogy mindenkinek legyen egy viszonya ehhez, mert ez természetes, ezért kellett ezt a falut felépíteni, és emiatt nagyon sokféle közönséget meg tudunk szólítani, tehát a fiatalabbak is jelen vannak a filmben, meg egy kicsit az idősebbek, és mindenkinek magához a morális kérdéshez, ugye, tehát amit mondjuk egy dráma általában felvet, az erkölcsi kérdés, ugye, hogy ehhez más-más viszonyrendszer szerint lehet azonosulni. Tehát megszólítjuk tulajdonképpen azokat is, akik áldozatok, meg azokat is, akik potenciálisan bűnösök, ugye mindenkiben van ez is, meg az is, de hogy nem egy szempontrendszer szerint szól a film. És azért elkerüli a vádaskodást, és nem. Tehát azért kerültük el a botrányokat eddig, mert mi rettegtünk Berlin után, hogy ebből botrány lesz Magyarországon, de nem lett, és ez nagyon nagy ereje a filmnek, mert mi nem, hogy mondjam, mi egy kommunikáció, hogy mondjam, létrehozásán dolgozunk. Tehát mi nekünk azt gondoljuk, hogy bármennyire szörnyű, ami történt, meg 70 év eltelt, de a legfontosabb, hogy beszélni lehessen erről, és épeszű módon, tehát ne a politikusok determinálják, meg struktúrálják ezeket az üzeneteket, hanem a kultúremberek, a tanárok, a művészek, akik mondjuk érzelmileg kötődnek ez, és nem csak arra használják, hogy maximalizáljanak egy körzetbe egy ilyen szavazó csapatot, érted? Akiket lehet manipulálni, mert ugye ezzel az egésszel ez történik. Tehát szerintem ezért is nagyon fontos, hogy olyan filmek készülnek a történelmünkről, és a közös történelmünkről, mert ez az amerikaiaké is. Tehát annyira felismerik magukban az európait, és szóval abszolút. Tehát a 45 az ilyen szempontból egy nagyon, hogy mondjam, legkisebb közös többszörös, vagy hogy szoktuk ezt mondani? Tehát ez a közös nevező, vagy valami ilyesmi, hogy pont, hogy mindenki viszonylag sokat tud róla, és mindenkinek van személyes viszonya és tapasztalata, és családi. Tehát ez nem történelem, ez még a közelmúlt része. Kettő együtt kell, az aktualitás és az univerzalitás. Tehát, hogy ez egy olyan történelmi dráma, ami bárhol, bármikor érvényes és mindenhol aktuális. Tehát, hogy ez nem egy bizonyos történet, ezt megpróbáltuk mi úgy stilizálni filmes eszközökkel, hogy elveszítse az ilyen híradós realizmusát, és azt hiszem, hogy ez sikerült valamilyen szinten biztos, mert
hogy nagyon sok felé hat. Tehát megvették tényleg Hollandiába, Franciaországba, Ausztráliába, és mindenhol a Franciaországban is, vagy Hollandiába legmeglepőbb módon fölállnak a nézők, és azt mondják, ez nem csak a ti filmetek, hanem a miénk is. És hogy Amsterdamban ugyanez volt. És olyan vitákat és beszélgetéseket indít el, amilyet így elképesztő. Szóval hanem döbbenet van, tehát inkább az, hogy ez eddig nem lett elmesélve. Tehát úristen, mióta tudjuk ezt, meg mióta volt ez a szőnyeg alá söpörve, és hogy miért kellett ennyi idő, hogy erről így, ilyen 21. századi durva tisztasággal lehessen beszélni. Vissza kell adni mindent. Ki fog derülni minden. Rossz előérzetem van. Jól nőttem. Ilyenkor? A jegyző és a feleségem. Ők íratták alá velem a feljelentést. A ház. A bútorok. Ez a miénk. Itt minden a miénk. Gyilkos vagy. Mindenki tudja. A figura az egy nagyon komplex figura, mert ugye az örök életű maffia főnök, akit elpusztítani tulajdonképpen nem lehet, mert mindig megtalálja azt a politikai alkut vagy kiskaput, megfelelően gyáva és hazug hozzá, hogy megússza. És ugye hát ezért egy nagy állítás ebben a filmben szerintem, hogy ő nem hal meg a végén. Tehát egy klasszikus westernben ő meghalna, de itt tovább él, és ez pontosan azért van, mert valószínűleg a következő diktatúrát is ugyanúgy ki fogja szolgálni, mint az előző diktatúrát. Ez egy feudális figura, mert hát ez az egész falusi társadalom azért nem egy polgárosult világ, és ott tényleg az a maffia mozgatja a társadalmat, ami ugye a főnök, a politikus, aki tudja a PIN kódot, vagy a safe kulcsát, és van megfelelő fegyveres testülete, tehát valami rendőrség, vagy ilyesmi, illetve hát mindenképpen az egyház, és ebben a filmben benne van azért a katolikus egyháznak is a felelőssége valamelyest, és ez is szerintem újszerűvé teszi, tehát ha nem is feltétlenül erről szól, de az egy egészen biztosan ez egy komoly ereje a drámának, hogy például a templom megjelenik, meg ilyesmi szóval. Azért nem is bánom, hogy ez tényleg 10 évig tartott ez a film, mert hogy szóval volt időnk átgondolni, és a valóságot azért egy ponton túl elengedni. Tehát, hogy mi nem akartunk egy dokumentarista filmet csinálni, nem úgy akartunk a valóságról szólni, vagy a hétköznapokról, hogy így direktbe. Tehát azért ez a film, szerintem biztos, hogy azért van ekkora sikere, meg ereje, mert elszakad egy ponton a realizmustól. Már a fekete-fehér is elszakítja egyébként, és ettől megemelkedik, tehát hogy nagyon sok szerencsénk volt persze, tehát ilyenkor jön az, hogy ha nem esik ott azon a véletlenül az eső azon a napon, az állomáson, akkor lehet, hogy ez a film nem sikerül így, de esett. Szóval ezt szokták ugye, végül is egy vallásos film, tehát a Szántó egy vallásos ember írta. Itt azért rászorulunk az Isten segítségére, tehát azt el is várjuk.